Nem gyűlölködni jöttünk ide, és még csak azért sem, hogy a gyűlöletet viszonozzuk. Szelídek leszünk és türelmesek, tudomásul vesszük, hogy a céljainkat ellenző jobboldali honfitársaink egyenrangú és tiszteletet érdemlő tagjai ugyanannak az állampolgári közösségnek, amelyet mi meg akarunk menteni. Én még azt is elismerem, hogy részben igaza van Orbán Viktornak, amikor azt mondja, hogy baj van a 2010-ig tartó rendszernek, szerintem is baj van egy olyan rendszerrel, amelynek a végeredménye az, hogy Orbán Viktor jut hatalomra. Olyan rendszerre van szükségünk, amelyet soha nem fenyeget a közszabadságok megszüntetésének veszedelme. Olyan rendszerre van szükségünk, amelyben biztonságban van a szabadság, és amelyben politikailag, gazdaságilag, szociálisan biztonságban van mindenki, biztonságban az éhezéstől, biztonságban a félelemtől, és biztonságban az elmebeteg alkotmánymódosításoktól. Amikor beteszik az ország alaptörvényébe azt, hogy innen egy irattárat el kell vinni, amikor beleteszik az alkotmányba azt, hogy milyen föltételek mellett alhat az utcán valaki, akinek nincs hová lehajtani a fejét, hogyha beteszik az alkotmányba azt, hogy hova menjen az a diák dolgozni, akinek itt nincs állás, akkor meg kell kérdeznünk, hogy mi tiltakozók őrültünk-e meg, vagy az alkotmányozó hatalom? Egy olyan ország, amelynek az alkotmánya nevetséges, abszurd és szabadságellenes, ennek az országnak megsértették a becsületét, megsértették a méltóságát. Ez nemzeti kormány. Szégyelnünk kell magunkat azért, mert a kormányunk egy bohózati szövegkönyvet alkotmánynak tüntet föl, és az egész világgal és a magyar néppel szemben hősiesen védelmezi a teljhatalom birtokában bátran. Nevetséges! Legalább ne fosszanak meg bennünket a drámától. Nem akarunk egy bohózatba belepusztulni. A különféle önkormányzatok és más hatóságok asztalán ott van bőrbe kötve az alaptörvény. Tessék nekik szólni, hogy már elavult. És nem csak a módosítások miatt avult el. Azért avult el, mert elavult hatályba lépésének pillanatában. Az országnak új alkotmányos rendre, új társadalmi rendre, új politikára van szüksége, amelyben mindenki részt vehet, amelyben a képviseleti demokráciát, a részvételi demokrácia ellenőrzése alá helyezzük, amelyben végre a nép fog uralkodni, de ezúttal komolyan!
azt mondják nekünk, ne szóljon bele a nagyok dolgába a diák, menjen haza tanulni, ne szóljon bele a hajléktalan, ne szóljon bele a munkanélküli, ne szóljon bele a nyugdíjas, ne szóljon be a meleg, ne szóljon bele a cigány, ne szóljon bele a zsidó, ne szóljon bele a baloldali, ki marad! Drága barátaim, mi nem akarunk sokat, csak három dolgot. Szabadságot, egyenlőséget és testvériséget. A testvériség az azt jelenti, hogy a honfitársaink és fele barátaink szenvedését, elnyomását és megaláztatását a magunk sérelmének tekintjük, azok is, akik jobb helyzetben vagyunk. Nem csak egyenlőségre és szabadságra van szükség, hanem testvériségre is, és ebbe a testvériségbe beleértjük azokat is, akik ma azt gondolják, tévesen, hogy mi az ellenségeik vagyunk, holott nem, mert őket is föl akarjuk szabadítani. Jobboldali honfitársak, ha az alaptörvényt eltörlik, és a kormány megbukik, meglátjátok, hogy nektek is sokkal jobb lesz. És itt és most, nem először, de meg kell köszönnöm a magyar diákoknak, hogy bennünket és megtanítottak arra, hogy hogyan kell szelíden és hajthatatlanul konszenzust kialakítani, hogyan lehet szerveződni vezér nélkül, hogyan lehet sikeres mozgalmat működtetni vezetőség és rejtett irányítás nélkül, akik megtanítottak bennünket arra, hogy hogyan lehet nehéz és fenyegetett és veszedelmes helyzetben megőrizni a jókedvünket, a humorunkat és az álhatatosságunkat. Köszönjük szépen! Remélem, hogy ez a Lidérc nyomás, amelyet a Nemzeti Együttműködés rendszere és a köztársaság szótól megfosztott Magyarország alaptörvénye idézett a fejünkre, nem sokára elmúlik, és akkor úgyis testvérnek és egyenjogú honpolgárnak érezhetjük magunkat, ha nem kell tüntetnünk, hanem mindig
Kedves barátaim, akármi fog történni a következő napokban, azzal, hogy ez a tiltakozás megszületett, a magyar nép győzelmet aratott. Éljen a haza! Utána Pardavi Márta fog beszélni, a Magyar Helsinki Bizottság, a Társaság a Szabadságjogokért és az Eötvös Károly Intézet nevében.